Kellene rendszeresen segíteni egy héten egy nap a májuknak, a veseinknek és a szívünknek. Csütörtök délután Gyulára látogatott a sokak által bükki füves emberként ismert Szabó Gyuri bácsi. Szabó György 1928. április 15-én született, 92 évesen irigylésre méltó egészségügyi állapotban gyógyítja és segíti az embereket a betegségek könnyebb legyőzésében. Meggyőződése, hogy a növények gyógyító erejében rejlik az emberek egészségének a kulcsa. A Gyulai Művelődési Központban tartott előadása során többször is felhívta a figyelmet a természet által nyújtott kincsekre, melyet igen kismértékben használunk ki. Azt próbálom átadni a nézőknek, hogy mivel lehet megvédeni az egészségüket, mivel lehet meggyógyítani magukat az orvosi kezelés mellett, amit az őseimtől tanultam, és ami volt egy vizsgálat, az Európai Unió csinálta, 4 betegséget fedeztek fel, amelyik nem fertőzés, mégis járványszerűen terjed, és hogy azokat hogyan lehet megelőzni, ez a 4 betegség, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rák és a COPD, ez egy időskori tüdőbetegség. Hát gyakorlatilag a tudásomnak egy jó részét szeretném átadni, mert nagyon ráfér a magyar emberekre, nem csak a magyarokra, az egész Európa, Unióra, meg a világra. Szabó György tudását nagymamájától szerezte, ő tanította meg arra, hogy melyik növény mire való. Több mint 150 gyógynövényt ismer és alkalmaz, melyek közül jó párról beszélt előadása során is. Nyugdíjazását követően minden idejét a gyógynövényeknek tudta szentelni. Előadásaival körbejárta már az országot, ezen alkalmakkor személyes tanácsadással is segíti az embereket. Legutóbbi előadásában természetesen a koronavírus járvány is szóba került, és elmondta, mire kell odafigyelnünk a legjobban ebben a helyzetben. Hogyan lehetne védekezni azért, hogy ne kapjuk el a vírus, hát az sajnos az is, hogy arra viszont igen, lehet módot találni, hogy hogyan erősítsük meg a szervezetünket, hogyha elkaptuk a vírust, akkor az ne legyen nagyon komoly, tehát ne végződjön tragédiával. Magyarul az immunrendszerünket, a védekező képességünket lehet gyógynövényekkel növelni, és ez a lényeg. Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember előadása hamarosan a Gyula TV adásában és YouTube csatornáján is látható lesz.